A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Igazából nagy gólhelyzetek nem alakultak ki, talán az első fél idő végén, a mi kapunk előtt a végén pedig itt nekünk ezzel a fejessel. Én úgy érzem, hogy ez egy igazságos döntetlen számunkra természetesen, akik a középmezőny alján szerepelünk, nekünk a dobogóra esélyes csapattal szemben egy elfogadható minimális program. Én örülök a csapatnak helyenként a jó játékához, és gratulálok a kollégámnak, aki nagyszerű tavaszt produkál, és komoly várományos a dobogón. Ahogy készültünk, vagy készültem erre a mérkőzésre, nyilván rengeteg emlék tódult elém, hiszen az MTK-val is bajnokságot nyertem, nem is egyszer, játékos is voltam, és valóban a helyszín az 3 éven keresztül otthont adott és erőt adott a munkámhoz, úgyhogy egy ilyen szempontból egy érdekes mérkőzésnek indult. Nem is csalódtam, két kultúrált, fegyelmezett csapatjátéka volt. Szerettünk volna nyerni, de mai nap meg kellett elégednünk a döntetlennel.